A Szirmai Kastély udvarán gyülekeztek a szirma besenyőiek, ahol a magyar kormány támogatásával emléktáblát avattak a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások tiszteletére. A második világháború egészen más volt, mint az első, hiszen a harcok nem a politikai határok közelében értek véget, hanem az ellenség teljes vereségéig tartottak. Emelte ki beszédében Huszti Gábor szirma besenyő polgármestere. A Nemzeti Szocialista Németország és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége már nem csak az ellenséges haderővel szemben léptek fel fegyveresen, hanem a polgári lakosság ellen is tömeges, megtorló intézkedéseket hajtottak végre. A felszabadított területeken élőknek nem a béke, a szabadság, hanem a szülőföldjükről való előzetés, a rabság időszaka következett. Nem volt ez másképpen Szirma besenyőben sem. Itt Szirma besenyőben az elhallgatott történelem kategóriája ez a dolog, mint oly sok más helyen. És hát kiderült számunkra az, hogy itt tényleg volt egy gyűjtőtábor, ahol 400 fogoly volt zömében, civilek, magyarok, németek vegyesen. És hát a jelentések szerint ez még 1000 főre bővült fel a későbbiek során, és egész nagy körzetből a tudományos kutatás szerint még Ószt környékéről is hoztak ide foglyokat, akiket aztán a Szovjetunióba hurcoltak. Szirma besenyőn 4 helyszínen, a bank, a mozi és a csendőrlaktanya épületeiben, valamint a kastélyban gyűjtötték össze azokat az embereket, akik sváb nemzetiségűek voltak, vagy német hangzású vezetéknévvel rendelkeztek. 4 helyen is voltak, és ahogy itt ebben jobban belementünk, én magam is rácsodálkoztam, hogy milyen épületek voltak itt annak idején Szirma besenyőben. Volt egy csendőrlaktanya, ami később TS iroda volt, most egy magántulajdon, egy telephely gyakorlatilag. Ott is volt egy gyűjtő, aztán volt egy olyan épület, amit nemrég tudtam meg én is, hogy régen banknak hívtak, jelenleg a rendőrségnek volt egy körzeti megbízott irodája, illetve egy gyermekjóléti szolgálat. Ott is volt egy gyűjtő. Volt régen egy mozink, amiben még egyszer-kétszer én is előfordultam egy-egy filmet megnézve. Az most egy református templom, ott szintén volt. És a negyedik ilyen helyszín az pedig a kastély. Talán lehet, hogy ez volt éppen a legnagyobb, akár méreténél fogva is. A megemlékező gondolatok után Huszti Gábor leplezte le a kastély falán elhelyezett márványtáblát, amelyet a történelmi egyházak képviselői megáldottak és megszenteltek. Ezután a helyi kórus aláfestő éneke közben a polgármester koszorút helyezett el az új alkotás előtt. Nem látott el.